A Velszi herceg Kitzbühelben. A riporterek elől elzárkózó angol trónörökös téli sportolása közben csak lopva sikerült a filmoperatőrnek megörökíteni. A Velszi herceg, akiből egy évvel később, 1936 elején 8. Edward néven Anglia királya lett, nagyon népszerű trónörökös volt majdnem negyed századon át. Az édesapja időszakában, aki 5. György király volt. A Velszi herceg nagyon érdekes epizóddal folytatta életét, mert a következő évben, éppen egy évvel később, 5. György halála után 8. Edward néven Anglia királyává koronázták. Ekkor éleződött ki, és vált végül számára döntővé egy magánéleti mozzanat, nevezetesen az, hogy szerelmes volt egy kétszer is elvált amerikai hölgybe, Mrs. Simpsonba, akit mindenképpen feleségül akart venni. És ez természetesen beleütközött az konzervatív angol hagyományokba, különösen az anglikán egyház hagyományaiba, hiszen az ország királynője nem lehetett elvált asszony. Az uralkodó alig egy éves királyság után lemondott trónjáról, csak azért, hogy Mrs. Simpsont végül is feleségül vehesse, ami a rákövetkező évben, 1937-ben meg is történt. Ez Anglia egyik legnagyobb királyi botránya volt, amelyhez fogható, persze ma már gyakrabban esik meg Angliában, hiszen a Velszi herceg mai történeteit, vagy testvéreinek a válásait, ezeket ma már majdnem természetesen hallgatjuk a hírek között, de akkoriban, 1936-ban az a tény, hogy az uralkodó szerelmes egy kétszer elvált nőbe, és a feleségül kívánja venni, és azt így Anglia királynőjévé szeretné tenni, az páratlan világszenzáció volt, amiről hosszú-hosszú évekig beszéltek az emberek Angliában és Magyarországon is.